A mai magyar kormányt nem egy korlátlan utánpótlású fegyveres hatalom tartja fent, hanem a szinte elképzelhetetlenül sok és korlátlanul ellopható pénz az Európai Uniós támogatások. Az ellopott, illetve pofára osztogatott pénzek 1000 milliárdjaiból fizetik ki a zsoldos hadseregüket. A lopott pénzből minden megvehető, megvásárolhatóak szavazatok. A pofára osztott vidékfejlesztési pénzekkel polgármesterek ezrei zsarolhatóak meg, hogy ezt a korlátlanul ellopható pénzt egészen egyszerűen meg lehet állítani, csak egy olyan ügyészségre van szükség, amelyiktől félnek az elkövetők. Sokan kérdezik, hogy mi lesz, hogyha összegyűlik az 1 millió aláírás. Hát ez lesz. Az aljas, hazug és gátlástalan hadseregtől elvontuk az utánpótlást. Minden erős hadsereg megszűnik, szétszéled akkor, hogyha elfogy az utánpótlás, elfogy a pénz, a kolbász és a szalonna. Nagyon sokan kérdezik az is, hogy ez nem egy népszavazás lesz, meg fog-e hajolni a kormány? Hát persze, hogy meg fog hajolni ez a kormány. 1 millió aláírás egy olyan belső politikai nyomás, amelyik a kívülről jövő nyomással, az Európai Unió akaratával együtt térdre fogja kényszeríteni őket, csatlakozni fognak az Európai Uniós ügyészséghez. Össze lehet-e gyűjteni az 1 millió aláírást? Miért ne lehetne? Nincs ma Magyarországon 1 millió ember, akinek elege van abból, hogy a szemünk előtt lopják el a jövőnket. Nincsen 1 millió ember, aki nem fél egyetlen kis aláírását, nem a vérét, nem az életét, nem az egzisztenciáját. Egyetlen egy aláírását adná azért, hogy ne maradjon a büntetés nélkül az egészen gátlástalan és a legmagasabb szintről szervezett lopások.